Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Hát mai vendégem, hogyha kell, akkor szexi divaként ündögöl a Fehérvári Vörösmarty Színház színpadán, utána pedig pár óra múlva már is anyaszerepben főz most takarít otthon. Vendégem Varga Gabriella, Vörösmarty Színház színművésze. Szia, köszöntelek téged! Én is köszöntöm a kedves nézőket! Említettem a két különböző szerepet életedben, a színpadi szerepet, illetve az anyai szerepet, hogy mennyire tudod élni. Ez egy színésznőnél szerintem az emberek felé mindig egy ilyen nagyon nagy mítosz, vagy az emberek szemében, hogy egy színésznő mennyire tudja, hogyha anya, azt a tipikus szó nemes értelmében vett anyai szerepet élni a hétköznapokban. Te mennyire tudod ezt egyébként véghez vinni a munkád mellett? Hát így azt gondolom magamról, hogy tudom, vagy legalábbis sokáig ki is nevettem ezt a kérdést, hogy hát miért ne lehetne, de azért ez nem mindig olyan egyszerű. Nyilván attól függ, hogy milyen jellegű szerepről van szó. Tehát nyilván, hogyha az idegrendszer, meg az a pörgésszám, meg az az adrenalin, tehát azért az még egy munkában is, még ha nem is színésznő valaki, tehát azért szerintem vagy megvan rá az eszköze, hogy hagy magának egy munka után elmennek, nem tudom, a haverokkal sörözni, tehát úgy ugye mi az, amivel lecseng. De azért én azt gondolom, meg mások is azt mondják, hogy aránylag fegyelmezett típus vagyok, tehát hogy azért nem engedem, hogy így eluralkodjon rajtam. Azt gondolom, hogy nem is akarom előtte lehazudni, de azért mindig erőfeszítéseket teszek, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, éppen ha valami nem jó, vagy valami hisztérikus állapotba találkozzon velem. De, és akkor megpróbálok rá azért figyelni nyilván. De nem mindig könnyű, de azért abban bízom, hogy a legtöbb esetben sikerül. Tehát ugyanúgy, hogyha nokedlit kell szaggatni, akkor nokedlit szaggatsz, rántott húst csinálsz, megszered a lefolyót, hogyha eldugult. Mert általában egyébként azt a nők szokták, tehát akiket én kérdeztem, azt mondták, hogy hát nálunk a feleségem szoktam megszerelni, mert én nem értek hozzá. Ez így van nálatok is egyébként? Hát azt így nem szoktam, de volt már, hogy lefolyót, azt tisztítottam, igen, mert éppen nem volt otthon a férjem, és akkor muszáj volt, meg most például a bejárati ajtónak a kilincse rossz, és akkor útkor a csavarhúzóval megerősítettem, de azért nyilván. Hát az az igazság, hogy azért mondjuk főleg főpróba héten, akkor azért van egy-két olyan nap, hogy úgy feltornyosul, tehát azért mikor mosatlan, és ami egymás, és akkor most is reggel például még úgy jöttem el, hogy azért még gyorsan 10 előtt azért paprikás krumplit azért kénytelen voltam oda rittyenteni. Igen, most ezt így megkívántuk, és akkor gondoltam, hazajön a lányom, akkor neki is legyen. Tehát van így főpróba héten is, hogy máskor nincs időre. Tehát délután sem biztos, hogy van hozzá energiám, és akkor így marad a reggel. Úgy is elviszem az iskolába, ugye akkor 7:30-ra, és akkor még ott abban az 1-2 órában próbálom ezt a házi munkát. De azért ez főleg főpróba héten, mondom, ez úgy nem mindig alakult tökéletesen. Tehát ott ugye lakásból ott feltornyosulnak a dolgok. Egy színésznő kapcsán mindig azt gondolják szerintem az emberek, hogy gyermekkorodban te olyan kislány voltál, aki folyamatosan versmondó versenyekre járt, aki folyamatosan otthon, nem tudom, mindenki előtt produkálta magát. Ez így volt egyébként? Vagy milyen gyerek voltál? Én különben azt hiszem, hogy ilyen voltam, hogy visszaemlékszem, hárman voltunk barátnők, akkor úgy emlékszem olyanra, hogy állok a nappali közepén, bohóckodok, és ők röhögnek. És az is igaz, hogy elküldtek szavaló versenyekre, arra nem emlékszem, hogy én mindig első lettem volna, tehát ez nem. Az is biztos, hogyha így elmondom, akkor tulajdonképpen tényleg egyenes út vezetett, mert a középiskolába én Szentesre elmentem, Pesten éltünk már, de ez egy irodalmi drámai tagozat, akkor még nagyobb híre volt még, most is az működik, és nagyon régóta az működik ott. És akkor én kollégista voltam, tehát, és akkor délutánonként foglalkozások. De ott azt én nagyon szerettem, hogy soha nem konkrét darabokkal foglalkoztunk és szereposztás, hanem akkor ott ez volt a neve, hogy pszichotréning, vagy egy ilyen önismereti. Tehát nem tudom, 32-en voltunk az osztályban, és mondjuk a fele felvételizett ezután a színművészetire. De egy ilyen önkeresés, szerintem ez egy nagyon-nagyon hozzátett, és egy nagyon fontos, és nagyon-nagyon jó időszak volt ez a 4 év. Tehát pont ezért, hogy ez valahogy így adott alkalmat arra, hogy szerintem pont ebben a kinyílt, érzékeny, serdülő állapotban ez úgy jó volt, hogy nem magamba, vagy nem szorongva, vagy szóval, hogy ez volt valami terep, volt valami eszköz. És akkor még az a furcsa, hogy még ott sem fogalmazódott meg, lehet, hogy lassan esett le a dolog, de hogy most, hát én most már biztos, hogy innentől csak színésznő, és akkor én az osztályfőnököm mondta azt, hogy azért nem akarsz jelentkezni.
hát mondom, de végül is jelentkezek. És lehet, hogy ez sem volt, úgyhogy nem voltam így rágörcsölve. Készültem, abszolút készültem, monológgal, verset, tehát komolyan vettem, de nem volt ez, hogy ha most nem, akkor nem tudom, mi lesz velem, szóval... De hát aztán az élet így hozta, hogy elsőre fölvettek, úgyhogy aztán azt sem tudom, hogy mi lett volna, hogyha most itt évekig kellett volna ezen küzdeni, görcsölni, de nem így alakult. Igen, nagyjából meg is válaszoltad következő kérdésemet, hogy minek hatására tehát tudatosan készültél a színésznői pályára, vagy volt egy olyan pont, na most én akkor színésznő leszek. Tehát akkor ez így kialakult. Hát tulajdonképpen arra a pillanatra emlékszem, hogy ugye ez háromfordulós egy ilyen felvétel. Mondják, hogy brutális, te legendákat hallani erről, hogy ez kőkemény. Hát főleg a harmadik forduló, ami egy hét bentlakásos. Tehát főleg egy 18 évesnek, már pedig én az voltam, meg még sokan azok voltunk. Az, hogy velem, és akkor éjjel-nappal, és ott volt egy tanárunk, őt Horvai István, Isten nyugtass, ő már meghalt. Elég szigorú volt ebben a dologban, és akkor többször megcsinálni jelenetet, nem engedte, hogy leálltunk, tehát nem ilyen kis tyúkapó volt, vagy hogy is mondjam, hanem már komolyan vett bennünket. És hát ott volt aztán minden sírás, kiborulás, jaj Istenem, de azt akarom, azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen mégis ennek ellenére, mielőtt még meg lett volna az utolsó fordulónak az eredménye, akkor úgy ezek után megfogalmazódott bennem, hogy én ezt akarom csinálni, pedig nem volt egyértelmű. Tehát volt, hogy valamiért nem volt jelent, azt hiszem két jelenetet kellett vinni, és azt hiszem én kétszer ugyanazt a jelenetet vittem, csak más partnerrel. Tehát, hogy volt is benne valami, hogy mondta, hogy nem tudom, Gabi, a holnapra nem hozom, nem tudom mit, akkor ki vagy rúgva. Tehát még voltak benne ilyen helyzetek is. De azt tudom, hogy akkor fogalmazódott így meg, hogy ezt. Ez igen, tényleg ez mindenképpen nagy dolog, tényleg, aki úgy vetem ki a szavaidból, hogy még amikor jelentkeztél, nem tudtad konkrétan, hogy színésznő leszel, ahhoz képest felvettek, mert olyan embereket szórnak ki nagyon-nagyon lazán, és megpróbálják többször is, akik tényleg tudatosan eldöntötték, te pedig idézőjelben mondom az esélytelenek nyugalmával oda mentél, de lehet, hogy akkor ez a recept egyébként erre, nem? Figyelj, szerintem nem tudom, de igen, hát biztos, hogy az egész pályánkra igaz, meg minden alakításra. Ugye az mindig érzi a néző, és az mindig sugárzik. De szerintem mindenben nyilván egy nagyon akarás, egy megfelelés, vagy egy görcs. Ami azt gondolom alapvetően amúgy is van bennem, mert hoztam otthonról, meg úgy van a személyiség. Igen, van benned egyébként? Egy ilyen megfelelés az van. Az abszolút van. De ez lehet, hogy jó is egyébként, nem színészi pályán, ekkor tudsz maximálisat nyújtani mindig. Hát bizonyos fokig jó, aztán valamikor azt érzem, hogy már így hátráltat és visszahúz, és el kell dobni, és el kell engedni, de biztos, hogy van egy pont, amíg ez talán lehet előrevívő is. Mit is kérdeztél, hogy annyira belemegettem? Hát igen, ez ugye ez a maximalizmusod, ez azért igen. Jó a pályán tényleg, hogyha megvan. Ugye ilyen pszichológus lennék, netán önbizalom hiány, tehát ezt lehetne fejtegetni, de én ebben nem szeretnék belemenni, mert nem értek hozzá, de nem baj, hogyha van. Tehát én is azt gondolom, ugye rádiós műsorvezető, vagyok tévés műsorvezető, szerintem ez bennem is bennem van, és szerintem kell, hogy legyen, mert ez az, ami hajt, ettől tudsz mindig többet adni, talán jobb is lenni mondjuk a szakmádban, ez nem árt. Furcsa különben, nem akarok általánosítani, de ez elég sok kollégámra, színészre ez alapvetően igaz. Igen, jó párat ismerek. Tehát pont nem az van, hogy mindig full exhibíció és tele önbizalom is. Tehát pont, hogy egy picit itt dolgozzuk fel, itt mondjuk el, most nemrég olvastam különben Karinthy Frigyes előszót, tehát ha nem is pont el, de egy picit az a sor, ugye nem mondom el, sem elmondom hát mindenkinek. Tehát, hogy magunkról hogy tudunk egy szerepen keresztül beszélni. Ugye sokkal bátrabb az ember, azért is mondják, hogy mennyire más például verset mondani, vagy más az, amikor egyes szám első személyben fölvállalni dolgokat, az sem egy például minden színésznek, ez is érdekes, ugye, hogy ki hogy használja, hogy a szerepet kicsit mögé tudok bújni. Nem én mondom, a szerep mondja. Igen. De hát közben nyilván abban is mi vagyunk. Persze. Tehát persze. De hát az, hogy mennyire vállaljuk ezt föl, de hát ez egy terápia, ezt mindig úgy mondják, így van, ugye? Így van, ez egy jó terápia. Igen. Azon gondolkodom, hogy gondolkodtál, hogy esetleg nem színésznő vagy, mondjuk nagy Isten nem vesznek fel, akkor mi az lenne még kedved? Tehát milyen szakmát űznél még szívesen? Na hát most képzeld el, hogy egészen addig, amíg meg nem született a lányom, addig, annak ellenére, hogy úgymond egyenes utam volt, annyira adta magát, és annyira sodort, az akkor a szerződtetés, akkor azt sem mondom, hogy igazából az sem történt meg, hogy most az első évben én hú de berobbantam volna valami szereppel, tehát ilyen nem volt, de azért mégis biztonságban érezhettem magam. És most csak úgy arra szeretnék válaszolni, hogy tulajdonképpen amíg otthon voltam, én elég sokáig, 3 évig voltam otthon a lányommal.
Debrecenből jöttem el akkor szülni, és nem volt egyértelmű, oda már nem akartam visszamenni, de hogy is alakult tovább, és akkor ez nem jött olyan könnyen, főleg amikor otthon van az ember egy színésznek, akkor hívogatni, tudod, én vagyok, hát most nem tudsz megnézni színpadon, de na, igen. És akkor gondolkoztam el először komolyan, hogy na akkor mit, meg hát esetleg a gyerek szempontjából is lehet, hogy jó is lenne. És akkor arra jutottam, hogy nincs más. Mm. És akkor ott erősödött meg bennem, hogy nem is, hogy nincs más, nem akarok, nem tudok, és nekem ez kell. Igen, egyébként is ez a jó, amikor az ember érzi, hogy a helyén van és kell, és másban nem is gondolkodom, nincs más. Így van. És nagyon érdekes, hogy ezt is adta még ez az otthon lét, nyilván nem csak az unalomba, de az, hogy akkor, na most akkor mi van, ha ez nem evidencia. Ugye nem olyan könnyű, hogy visszamegyek, lobogtatom a színházba, hogy jöttem. És akkor azon egy kicsit ott dolgozni is kellett, és igazából én akkor találkoztam például először Szikora Jánossal, hogyha már így elveszem tőled a kérdést, de hogy... És akkor hát ez megint egyik színész tudja, másik nem, hogy milyen az, amikor egy picit telefonálni kell, oda kell menni, jelentkezni kell, és akkor van egy ilyen, hát még azt sem mondom, hogy önmenedzselés, de mégis valahogy bemutatkozni és elmondani magadról azt, hogy különben én nem vagyok rossz, meg hát tudok így énekelni, meg így vannak jó, amiket így tudok csinálni. Szóval ugye, hogy azt úgy elmondani, az egy ilyen fura dolog nekem legalábbis, de hát már állítólag ezt is tanítják a főiskolán, most már az egyetem, igen. is főiskola, én még azt végeztem. Ugye amikor vannak castingok, például ezt hallottam Amerikában is, tehát meghirdetnek egy szerepet, nagy világhírű színészek mennek oda, hogy hát én szeretném ezt a szerepet, és akkor meg kell magát mutatni. Bizony. Ez nagyon érdekes, nem kívánom, vagy nem tudom, hogy például a mi magyarországi színházi rendszerünkben ez meg fog-e változni, az érzésem, hogy előbb-utóbb igen. Az biztos, hogy egészen más téma. Az, hogy amúgy van egy állásom, mert nem tudok abból megélni, és állandóan minden színházi szerepért is megy a casting, és nem egyértelmű. Az biztos egy egészen más hozzáállás, mint az, hogy mi idézőjelben, mert nyilván ez is így is kiszolgáltatott, de mégis egy közalkalmazotti státuszban jön a havi fix, kimegyek, nézem a próbatáblát, mi van. És szerintem sokszor ez a, igen, jó is, nyilván, a mai világban, jaj, de jó, hogy nem kell azért nyáron itt. De például most is nagyon sok budapesti színházban nem közalkalmazotti státusz van, társulati tag, de mégis csak akkor kap fizetést, amikor ott próbál és dolga van. Amúgy meg... tessék, keres magadnak, vagy találsz, vagy nem találsz. Sorozatok, reality-k, stb. Tehát nyilván ezért. Hogyne. Rengeteg színész azt degradálónak tartja, hogy mondjuk szerepeljen egy akár napi sorozatban, akár bármilyen másban, úgymond könnyedebb műfajban, tehát akkor nem mondjuk Shakespeare-t kell játszani. Hívtak téged ilyen sorozatban egyébként? Hát, az volt ilyen, nem most volt, még a lányom előtt, tehát ez már 9 év, ez a Tűzvonalban volt. Éppen most néztem, hogy megint ismétlik, meg sokadjára ismétlik, Hexion, stb. Az volt a leghosszabb ideig tart a Tűzvonalban. De azóta már nagyon sok minden történt, most kifejezetten nagyon, nagyon jó lesne, és nagyon, nagyon vágy, nagyon klassz sorozatok vannak most már szerintem, egy pár éve. Igen. Egy pár éve. Így van. Tehát az HBO-n, stb. Tehát ezek remek sorozatok. Nagyon sok színész elmondja, hogy például szerepeltek bizonyos sorozatokban, és a szakma, vagy a szakmából több, úgymond ilyen megmondó ember kivetette magából, amit én sem értettem, hogy miért, mert a színész szerepel a sorozatban, ott is tud akkorát nyújtani, mint színész fejedelmek, mondjuk egy Shakespeare-i darabban például, tehát jól csinálja, ott is nagy király. Hát ez olyan, hogy hát ilyen 99-ben végeztem, tehát az én osztályfőnököm Horváth István és Máté Gábor volt. Az nyilván megint lehet mondani, hogy nem most volt, és akkor is egészen sok minden más volt. Most csak arra szeretnék kiukadni, hogy ott az én osztálytársam, a Hujber Ferenc volt az első, aki az osztályból például vállalt egy reklámot. És akkor biztos, hogy még nyilván, amit a tanárainktól kaptunk akkor legelső sorban, az a gondolkodás volt, hogy ez a ciki kategória. Na most persze milyen az élet? A Feri, hát most azóta nem, de akkor... Ismerjük. Igen, meg sok minden másról ismerjük most már, de mégis akkor annak a reklámnak a rendezője rendezte meg a Közel a szerelemhez, hát akkor nem volt egy nagy sikerű film, de az első főszerepet onnan kapta, és aztán jött a valamire. Nem biztos, hogy ő most éppen jó példa, mert most sok minden más jut eszébe a nézőknek. Persze, de nagyon-nagyon is. De minden esetén, és akkor én is sokáig megmondom őszintén, például a reklámmal így voltam, hogy na, azért köszönöm szépen, de nem.
Hát az, hogy milyen sorozatok mentek, akkor most megint nem akarom minősíteni, valóban, tehát én is ebben szocializálódtam, de ez azt gondolom, hogy változik, sok összetevője van, minőségi is, meg lehet, hogy sok mindenkinek anyagi is. Egyértelmű anyagiak, tehát persze nyilván. Tehát most ez nem titok, tehát egy színházi színésznek a fizetése az... Nem sok mindenre elég. Hát nem. Nem. Igen. Tehát az nagyon... Persze. Ezt is, hogy rendbe tettük, mert ugye azt gondolják az emberek, hogy a színészek, vagy legalábbis ez van szerintem a köztudatban, hogy ők aztán úgy szokták mondani, hogy hülyére keresik magukat konkrétan. Azért ez nem így van. Azért ez egy nagyon kemény élet. Több esetben kiszámíthatatlan. Nem sok fizetésből kell, hogy megéljenek. Ugye nyilván neki kulcsolni kell. Tehát megváltozott a piac. Ez is egy piac lett. Ti is bármennyire rossz ezt kimondani, termékek vagytok, akiknek saját magukat több esetben ugye el kell adni. Hát hogyne, hát szerintem most is ugyanúgy, mondjuk ez főleg Budapesten van, de még én is, nem az, hogy még én is, én különben szeretek szinkronizálni, tehát én is sokat járok, tehát még innen Fehérvárról is megteszem azt, hogy utazgatok, tehát buszra szállok, és nem tudom micsoda, vagy autóba, vagy buszba, hogy azt, és én nyilván egyrészt a pénz is mondom, még persze. Egyszer mondom, én azt szeretem különben, például a mi szakmánkban a szinkronizálás is sokszor egy olyan dolog, hát az egy valami olyan munka, de hát közben abban is szerintem lehet nagyon igényes és jó, tehát már nekem is hallja a fülem, de szerintem nem csak nekem, tehát egy érzékeny nézőnek is, hogy ami jó, meg ami ledobja, meg olyan, jaj, de hamis, jaj, de rossz. De hát az egy nagyon szűk réteg, na, kérdésedre válaszolva, aki azt mondja, hogy tehát az már a mozi, aki mozi filmeket, ha lehet ilyet mondani, bár nálunk szerintem az nem sok színész, aki több mozifilmet is csinált, hát nem tudom őszintén szólva ott se a tarifákat, meg nem is akarom, meg nem is, hogy most én ezt mondjam, hogy most az mennyi az a hú, de én azt se hiszem, hogy azok ott különben... Persze világos. Nem tudom, mekkora összegek lennének. Igen. Bármennyire maximalista az ember a szakmájában, ez elő-elő fordul, hogy néha a legnagyobb felkészülés ellenére belecsúszik valami baki. Előfordul szerintem nagyon sokunkkal, aki ugye szerepel emberek előtt. Volt olyan bakid, ami mondjuk elmondható, és ilyen emlékezetes maradt, vagy emlékezetes eddigi pályádon? Na most megfogtál. Például biztos volt. Én nem érdekes, ezeket kitöröltem akkor. Azt tudom, hogy negyed évben gyakorlaton a Víg Színházban voltam, és az nagy megtiszteltetés volt, hogy tulajdonképpen én voltam az egyetlen az osztályból, aki egy Shakespeare darabban, a Vihar című darabban, Hegedűsdé Géza oldalán Miranda voltam. Ott emlékszem, de már nem tudom, hogy jöttem ki, de azt tudom, hogy ugye főleg egy verses szövegnél, arra emlékszem arra a pillanatra, ahogy ott ültem, néztem a Hegedűsdé Gézára, és akkor nem tudtam, hogy mi a sor, de valószínűleg ott nagyon blöffölni se tudtam valamit. Valószínűleg ő segíthetett ki, már látod, erre nem emlékszem. De most így elsőre elzugrott be, hogy nyilván azért is, mert ott még nagyon fiatal voltam, izgultam is nagyon, és akkor ott egyszer csak, megmondom őszintén most is, tehát egy versesnél, ha mondjuk úgy kimegy két sor, akkor az ugye nem lehet össze-vissza ott rímekbeszedve valamit mondani. Hát jó esetben azért olyan kollégákkal van az ember körbevéve, hogy vagy folytatja, vagy kihúzzátok egymást a csávából. Igen. De szerencsére akkor nem volt olyan, ami nagyon nagy lett volna, tehát leestél a színpadról, beestél a diszlet közé, mert ugye igen, pár nem, kollégának azt hiszem nem tudok szolgálni. Vagy legalábbis most így nem jut eszembe, nem. Na, szuper. Hogy kapcsolsz ki? Ugye én is otthon, amikor otthon vagyok, én nem zenét hallgatok, 16-17 éve rádiózom, tehát nyilván nem zenét fogok hallgatni otthon például, mert azt hallgatok folyamatosan, ugye. Te otthon hogy tudsz kikapcsolni, kikapcsolódni? Mi az, ami téged feltölt? Hát kellene erre azt hiszem valami rendszeresíteni magamnak, mert elkezdtem egy éve futni. Aztán, és akkor rájöttem, hogy az ön stresszoldó is, meg a fejemet is kitisztítja, igen. De aztán mindegy, jött valami közben, hogy elkezdett szúrni az oldalam, és nem tudtam, hogy mi, és kiderült, hogy valami idegbecsípődés, azt egy ideje abba hagytam. Igen, zenét nem szoktam hallgatni, én sem, vagyis legalábbis edde célból, vagy hogy is mondjam. Persze most éppen újra elővettem egy nagyon régi kedvencemet, most bocsánat, hogy így csapogok. Igen, milyen zenét szeretsz? Megkérdeztem volna mindenképpen. Hát képzeld el, hogy tulajdonképpen középiskolás korom óta nem hallgattam őt, akkor még énekeltem is az ebédlőben, ő pedig Katona Klári.
és most újra nagy szerelembe estem. Ő már ugye tizenvalahány éve nem adott ki lemezt, és nem is tudom, hogy melyik generáció az, akinek az ő neve mond valamit, vagy tehát szerintem az én generációm még, de nem tudom, egy 20 évesnek. És az most iszonyúan jól esik, és aztán volt egy olyan, és ez egy pár évvel ezelőtt volt, az Budapesten én szerepeltem egy lakásszínházban, amit tulajdonképpen szintén egy középiskolából barátom lett rendező, is elvégezte a színművészetét, Balázs Zoltánnak hívják, és neki lett egy saját társulata, és az a lényeg, hogy ő ott a Mikszáth téren egy régi nagypolgári lakásban csinál egy lakásszínházat a nagy szobában, és akkor ott vannak berendezve székek, és akkor ott is különböző tereket létre tud hozni. És ő meghívott engem egy Don Carlos című előadásba, és aztán volt egy következő előadás, ez pedig a Goethe Egmont volt. És az a lényeg, hogy ő mindig nagyon szeretett stílusokkal, tehát mindenféle dologgal kísérletezni, és többek között ebben az Egmont című előadás, most nagyon messzire mentem, de majd mindjárt kiukadok, ott az volt a mi feladatunk, hogy miközben mentek a jelenetek, folyamatosan ment egy ilyen élő rádió. Az azt jelentette, hogy a Jászberényi Gábor, aki különben szerintem szintén volt itt Fehérváron egy pár évig, az egyik, hogy ő játszott gitáron, és én 80-as évek mindenféle, tehát Konzsuzsától kezdve, igen. Tina Turnerig, Bonnie Tyler, Amy Winehouse, szóval minden, hát az isteni volt, és akkor ott mindenféle stílusokba belekezdtem, meg próbáltam is utánozni, és csak azt akartam mondani, hát ha ez nem is kikapcsolódás, de az valahogy egy másféle dolgot föl is szabadított bennem, furcsa módot, ott valami más dolgot éreztem, meg másféle szabadságot, vagy másféle jó dolgot. De hát most nem azért, hogy hazavegyek az előadás után, és elkezdek ordítva énekelni, de azért mondjuk az is előfordul, hogy úgy otthon úgy szeretek úgy dalra fakadni magammal, nem tudom, a szomszédok mit szólnak. Hát biztos örülnek nagyon jó angolban nyilván. Úgyhogy, és akkor ez úgy megint egy pár évre úgy elfelejtődött, De mondom, most újra elkezdtem őt hallgatni. Tehát Katona Klári. Katona Klári. Most. Igen, most így visszakanyarodva így a mondat végére. Pasolva lesz a kérdés, ha valaki neked mondjuk örömet akar szerezni az életben, akkor téged mivel kell meglepni, vagy mit kell csinálni az, hogy mondjuk te annak örülj, vagy boldog legyél tőle? Tehát mi az, amivel az emberek örömet tudnak szerezni? Akár egy étel, akár bármi másra gondolok itt. Hát tulajdonképpen a legapróbb figyelmesség az tulajdonképpen levesz a lábamról. Ez lehet egy nagyon női dolog, de nem is tudom, valamelyik nap az egyik férfi kollégám, ott hagytam a pulton, kértem egy kávét, és csak odőt is letett elém azaz. Tehát én azokat rögtön észreveszem, és nagyon örülök. Vagy az, hogy valaki anélkül, hogy mondanám, látja rajtam, hogy nem tudom, fáradt vagyok, vagy nem tudom, gyere. Tehát nem tudom, nyilván ezek, most nem lesi nyilván mindenki, hogy én most milyen állapotban vagyok, de apró figyelmességek. Még azt sem mondom, hogy feltétlenül hiányozna itt valami szárózsa, vagy ilyesmi. Nem esik rosszul, de érdekes módon arra annyira nem vagyok érzékeny. De... Tehát az apróságok, én, a mindennapi igen, apróságok. Igen, hát mondom ennyi, egy kávé meghívlak, vagy gyere, vagy... hát például az egyik kolléganőm, a Varga Lili, hát attól is hát ez fantasztikus volt, hogy amikor a születésnapon volt, a Szutyok című előadás volt pont, és egyszer csak besétált, hogy ő délután gyorsan hazament és ütött tortát. Hát ez nagy dolog. Hát de hülyeskedj most, te ezért időt, energiát, tehát nem elszaladt, mondjuk nyilván az is nagyon klassz, de az, hogy még az kis szabad idejében az egyik kollégám hazament, mondjuk isteni tortákat készít, de hát akkor is megvette és hozta. Hát például hát ezzel teljesen. Hát persze, tehát bekönnyeztem rögtön, mert hát ez gyönyörű volt. Persze. És akkor ott álltak a többiek, és hát én tehát zavarba is vagyok, mert nem az, hogy hú, de nem szoktam meg, de mégis nagyon tudnak rám hatni. Sőt, még a rendező is bejött, mind a két rendező is, mondom. Szóval hát ez jól esett, de ez mondom mindenkinek, de... Persze. Beszéljünk a családodról egy picit, hogy lehet beszélni, mit kell róla tudni kicsit így a magánéletben ennyire belemenve. Az én férjem is, hát szakmabeli, de nem színházban dolgozik már évek óta, de színházzal, művészetekkel foglalkozik.
úgyhogy tehát két művész ember. Az nem tudom, mennyire jó összezárva egy helyen egyébként, mert mondták, hogy hát én sem tudom néha, hogy mennyire jó, hogy tulajdonképpen csak abból a szempontból, hogyha ő megnéz engem, akkor azért neki van egy elég komoly véleménye. De pozitív, akkor az jó? Vagy nem mindig pozitív? Elmondja a kritikákat? Nem mindig pozitív, természetesen, és akkor az ember nem mindig van olyan állapotban, hogy erre befogadó. Hogy ezt így építő jelleggel fogadja, igen. Mert én ráadásul, én magam is önkritikus vagyok, meg vannak pillanatok, ugye főleg a főpróba hét körül, amikor semmi sem jó, minden előről az egész, és nem lesz jó. És akkor, de természetesen azért, ha lenyugszunk, akkor az nagyon jó, hogyha tud olyan építő dolgot mondani, tehát ő azért elég erős kritikus. Nem mindegy, hogy mondja az ember, szerintem lehet mondani, nem mindegy, hogy így hogy van. És akkor ő azért úgy mindig elmondja a véleményét, és akkor, tehát nem az a feltétlen rajongója, én is nézem néha a tévében, hogy amikor civil a pár, és akkor jön már egy nagy csokor rózsám, és gyász, csodálatos volt, hát kedvesem, mert persze nyilván ez is nagyon jó. De hát úgy, hogy ő is maximalista, és én is. Hát igen, ennek vannak feszültségei, de azért az ember reméli, hogy azért mégiscsak inkább előrébb visz, mint persze, minden. Reméljük, hogy ebbe tudunk csak bízni. Ugye van egy kislányod? Igen. Róla mit lehet tudni? Ő most harmadik osztályos, telekibe jár. Hát nagyon büszke vagyok rá. Igen, ezt szeretem volna mondani, hogy nagyon érdekes, hogy... Ugye hát az emberek fejében, hát mondjuk a tanítónénik fejében azért nyilván tudják, hogy én színésznő vagyok, és hát amikor állítanak össze egy műsort, akkor azért úgy szeretik őt úgy bögdösni, hogy na, majd te mondjál verset, mert te biztos majd, te majd szívesen mondasz verset, nem, ő nem szeretne szívesen verset mondani, egyáltalán nem. Lehet, hogy nyilván azért is, mert érzi, hogy ezt így miattam elvárják, úgyhogy ő nem szeret szerepelni, ennyit el tudok mondani. Viszont vannak nagyon érzékeny és nagyon pontos, tehát ő inkább például múltkor egy kis koreográfiát állított össze a barátnőjével, tehát szeret ugye az irányítás, hát most ezt nyilván nem lehet így kimondani, hogy ő a másik oldal, mert nem is akarom, mert szerintem még nagyon sok felé, nagyon... Persze. De hát most minden elfogultság nélkül szerintem az biztos, hogy egy érzékenységgel, az biztos, hogy intelligenciával, érzékenységgel megáldott kislány. Nyilván ezt látja persze otthon, az érzékenységet, intelligenciát, hiszen azért ti foglalkoztok keményen. De például a versek is nagyon érdeklik. De hát sőt, néha most múltkor például nem vettem észre, és levett egy József Attila kötetet. De mondtak, hogy azért talán az 8 évesen nem biztos, és akkor beleszeretett, képzeld el, a Mama című versbe, és ezt háromszor elmondta, hogy anya, az a sor, hogy de én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporz, és akkor ezt úgy nagyon ki, és akkor elmondta háromszor, és akkor úgy az ember rácsodálkozik, hogy mi lehet a kislányban, ugye, hogy ez a dű is, meg nem tudom, micsoda, és mondta, hogy ez a sor, hogy ordítottam, toporzékoltam, hagyjad dagadt ruhát más, és ezt úgy nagyon mondta. Tehát ez így érdekes, de én mondom, amíg lehet, én nyitva hagynám ezt a kérdést. Persze. Azt is megbeszéltük a férjemmel, hogy amennyire csak lehet, nem az, hogy direkt távol tartani, de nem cipelem be, nem ül ott az előadás alatt, nem ül ott a próbáimon, nem les engem a takarásba. Én azt gondolom, bocsánat, vessem meg, az a színész, hogy tudom, hogy sokan nem így gondolják, mert hogy ő tudja, nem tudja. Nem tudja külön választani. Tehát persze tudja a kis fejével, hát én is elmondtam neki, ha olyan gyerekeknek, hát olyan nem nagyon van nálunk, de mégis ami neki való volt, azt megnézte, de, és hogyha benne voltam, elmondtam neki, persze, hogy anya játszik, meg ne ijedj meg, itt én majd mérges leszek, és kiabálok, jó anya. De ugye még mindig tart, azt gondolom, egy már nem annyira, de mégis egy szimbiózis. Tehát ugye jön velem érzelmileg, nem bírja, ez nem agyi szinten dől el szerintem. Tehát én azt gondolom, vagy az, hogy engem lát például, mondták, hogy hát az Ankónait miért ne nézze meg, ne nézze meg. Az, hogy az anyukáját látja, tegyük fel őszintén, szerelmesen nézni egy másik férfi sér. Emberre, akit átölel, vagy még meg is csókol, nem. Szerintem erre pedig nincs szükség. Igen. Ugye? Tehát az, hogy az ő fejében egy ilyen képzavar legyen, hogy ez nem csak apával van, hanem amúgy már... Bátta például 3-1-et, ami ugye tulajdonképpen egy dívot vonultam egy Szipkával. Azt rengetegszer nézte, imádta. De ez is nagyon fura, ugye például hogy a cigaretta, pedig hát azt lehet... És akkor az napokítom ezzel játszott, nem tragédia, csak hogy akkor a ropész, cigés, akkor ugye társította azzal, hogy ez olyan felnőtt, ez olyan nőies, ez olyan vagány,
és ennyi kell, már ennyi, vagy nem kell, de elég, hogy látom, hogy a kis agyába ott szöget ütött, hogy igen. Anya is cikizett ott a színpadon, és teljesen mindegy, az életben nem. Jogos. És igen, nem lát. Értem. Én ezt gondolom. Uh-huh. Én ezt gondolom, de tudom, hogy sokkal más. De éppen ezt is megbeszéltük a férjem, hát természetesen, ha minden áron ezen a pályán, akkor nem persze, fogunk akkor nem ellenállni. Így van. Igen. De mondjuk sok olyan színész gyereket is látok, azt gondolom, hogy úgy adja magát, oda sodródik, mert ott van otthon, és a képességek azok mekkorán sincsenek ott. Igen, így van, az a de másik. Hát, az a másik. Igen, úgyhogy... Nagyon kevés időnk van sajnos már a műsorból. Jövőről beszéljünk egy picikét, jövőbeli terveidről. Mi az, amit még tényleg nagyon fiatal vagy még szerencsére. Mi az, amit el szeretnél élni az életedben, mondjuk így, akkor beszéljük a közeljövőről. Mi az, ami nagy-nagy terveid között szerepel? Hát van egy tervem, csak... Ami publikus. A... Igen. Nem ez publikus. Ez. Még nem publikus, aha. De azt gondolom, hogy... Ez is egy gyermekem születése utántól érzem igazán azt, hogy megpróbálom röviden, hogy igazán készen állok. Én azelőtt még nagyon sokat szorongtam nagyobb szerepektől is. Kaptam, nem kaptam, lehet, hogy, tehát az a lényeg, hogy nem éreztem magam rá készen. Készen érzem most magam sok mindenre, emberileg, nőileg, szakmailag. Ezt szeretném még jobban. Remélem, hogy a színházba is így gondolnak rám, de hogyha nem, próbálok olyan saját utat keresni, ahol azt sem mondom, hogy feltétlenül nem tudom, hogy most ez egy... Tehát, hogy milyen ezt a személyes, akár felelősséget kipróbálni abban, hogy most mi van, hogyha nem más mondja meg, hogy én mit játszok, hogy mondjam, mint mondjam, és hova jöjjek, és ide menjek. Most ugye ez éreget bennem. Én amúgy nem vagyok egy irányító típus, tehát nekem amúgy ez alapvetően ez a pályai rendben van, hogy akkor engem instruálnak, és én ott nem vagyok. De most mégis úgy most ennyi idős koromban bontakozik ez ki benne, hogy most úgy kezdek vágyni arra, hogy akkor milyen akár egy egészet, tehát hogy még több terhet bírni színészileg, vagy színpadon figyelmet fenntartani, még személyesebben, akár saját ötletekkel, gondolatokkal, az én saját személyes, és azt nyilván valahogy egy nagyon nem öncélúan, hanem egy jóféle dologban, úgyhogy hát most mondtam is valamit, nem is, de hogy így ez irányba, ez most úgy egy ideje. Elkezdett foglalkozni. Hát várjuk, kíváncsi, és reméljük, hogy ez a terved is összejön, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen a meghívást. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.